Még áprilisban kaptam egy felkérést Radkai Tibortól, hogy legyek én az, aki meganimálja a legújabb projektjét, a rimbeszedett matematikát. Egyébként ez ugyanaz az ember, akinek a rimbeszedett fizikát is csináltam, ami végül a Durmolt csatornára került ki. A mostani videózenei műfaja a rock lett, és az volt Tibor ötlete, hogy csinálhatnék egy heavy metal koncertet, amit matematikusok adnak elő, miközben a háttérben matematikai képletek lennének kivetítve. Ezek után pedig csatolt nekem egy diasort a konkrét elképzeléseivel. Nem sokkal később megrajzoltam neki ezt a borzalmasan kinéző vázlatot, és kiválasztottam a matematikusokat is. A banda énekese Thalész lett, az álló elektronikus gitáros pedig Bolyai János. A dobosnak Ghost választottam, az ülő gitárosnak pedig Pitagoraszt. Tibor kérésére metálos felszerelésben rajzoltam meg őket. Itt van egy kis speedpaint róluk. És mint láthatjátok, csak a vázlaton maradtak egyben szegények, mert utána szét kellett szednem őket, hogy az animációjukat később meg tudjam csinálni. A végén már úgy néztek ki, mint egy puzzle. Ezek után álltam neki a színpadnak. Emlékszem, amikor készítettem, akkor aznap reggel uborkareszelés közben levágtam annak az ujjamnak a végét, amivel rajzolni szoktam. És ezért a nagyját a középső ujjammal kellett megcsinálnom. De egy kis kihívásra sem árt. De aztán pár nap után már begyógyult annyira a seb, hogy újra tudtam használni a mutató ujjam. Gondolom a komoly artistoknál ilyen az, amikor letörik a tolluk hegye és használhatatlanná válik, amíg újat nem raknak bele. A színpad is több külön részből állt, volt az alap, a lámpák
fénye, a hangszórók, az előső tömeg és a hátsó tömeg. Most, hogy a rajzolós része nagyjából le lett tudva, jött az animálás. A matematikusokat egyesével összerakosgatta úgy, hogy minden részük külön rétegen legyen, és csak ezután következett a twinelés. A fejmozgásokat és még pár más dolgot position és rotation keyframe-ekkel készítettem el, minden másnál pedig a puppet pin toolt használtam. Minden animáció köbő egy másodperces loopból állt. Thalesnak a szájmozgás animációját Procreate-ben csináltam meg, és már úgy raktam át az After Effects-be. Miután a zenészekkel megvoltam, jött a színpad, amit szintén ugyanezekkel a technikákkal csináltam meg. Persze nem minden sikerült elsőre, és ebből született pár nagyon bizarr dolog is. De végül minden probléma ki lett küszöbölve. A zenészeket ezek után beraktam a színpadra, és az audióra reanimáltam Thales szájmozgását. Most már igazából csak a háttérben felvillanó képek hiányoztak, így visszatértem még a Procreate-be megrajzolni őket, Tibor instrukciói alapján. Eléggé elárasztották a galériámat, és amikor az összeset egyszerre importálta be az After Effects, az valami gyönyörűen nézett ki. Az egészre raktam még egy villúzó fényefektet is, hogy látványosabban nézzen ki. És ezzel kész is volt az animáció. A durmallon meg is tudjátok nézni. Ha esetleg bármire kíváncsiak vagytok még a készítéssel kapcsolatban, azt nyugodtan írjátok meg kommentbe. Én Blue voltam, a következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!